Jó estét, sziasztok! Nem tudom, mit lehet ezek után mondani. Köszönöm, hogy itt lehetek. És én nem a szabadságról fogok igazából beszélni, hanem arról, hogy milyen, amikor az vagyok, aki nem kell. Most ezt nehéz elhinni a Kristóf szavai után, hogy nem kell, de ez van. Szia! Megnéztem a videóidat, és király a lány létedre! Szia, köszi! Én nem vagyok túl nagy feminista, de azért a lány létedre rész az egy kicsit fájt. Nézd, számomra ritka ebben a műfajban, hogy egy lány vagy nő megközelíti az egyébként a műfajban profiknak számító idézőjeles elit színvonalát. Ő. Kösz. Most ne sértődj meg! Nők. Folyton megsértődnek. Nem sértődtem meg. Akkor nem is vagy nő. Haha, ez csak vicc volt. Röhögtem. Figyú, írtam egy szlemet, elolvasod? A süvegmáknak küldeném el, de félek, hogy ő túl elfoglalt ahhoz, hogy válaszoljon. Írjál felőlem. Vagy figyelj, hogyha elküldöm, tovább küldöd, és mondasz pár jó szót neki rólam? Rólad? Nem is magadról, anyám. Nincs az az Isten. Én se hiszek Istenben, akkor kávézunk? Nem. Jó, hogy nem már csak kéreted magad, pedig azt hittem, te talán más vagy, mint a többi lány. Nagyon remélem, hogy nem vagyok. Jó, talán egy kicsit túl bonyolultan fogalmaztam az előbb, de ha nem értetted volna meg, randira hívtalak. Megértettem. Fú, jó van, már megijedtem, akkor holnap 5 óra blaha? Hát ennyi. Végül is nagyon jó nőnek lenni. Nagyon jó nőnek lenni, biztos. Az ember legjobb barátja a nő. De megértem azt is, aki inkább választana valami mást. Meg végül is, ha sokat ismételgetett, hogy norma, kijön a nagy kérdés, hogy férfi legyél, vagy férfi inkább. Men or men? Minek vitatkozni? Jöhet a bő overall, meg egy menő operál, aztán nem feküdnék olyan műtóasztalra, ahol szóviccekkel operálnak, vagy ahol egy nő operál. Kinyissam az ablakot? Nem kell. Hozzak neked vizet? Nem kell. Hozzak neked enni? Nem kell. Kell bármi? Nem kell. Alvás? Nem kell. Pia? Nem kell. Cigi? Nem kell. Én? Nem kell. De én szeretnék kelleni. Szeretnék szántani és legalább egy 6 ökröt hajtani. A kelleni akarásom erősebb kelleni akarás, mint bármelyik hajdani. Mert művész vagyok. Például sose jutok egyről a kettőre, mert közben másfélnél mindig elszámolom valahogy. Akkora kibaszott művész arc vagyok. Akkora művész, hogy aratom a babérokat 0-24-ben valami random babérkoszorúról. Te úgy kezdesz sztoriba, hogy úgy berúgtam a múltkor, nem hiszed el. Én meg elhiszem. És úgy kezdek sztorit, hogy képzeld, a múltkor kiózanodtam. Művész. Mert a fizetésem, ha van, mindig utalással egy hónap. Márhogy így utalgatnak rá egy hónapig, hogy na majd egyszer. Minden, amit írok, zseniális. És ez egy kurva erős szabály, mert nagyon sok a kivétel. Nekem a rossz nyelvek azok, amik nem úgy nyalják a seggemet, ahogy szeretném. És én, mivel az első szerelemnek úgyis vége egyszer, ha visszacsinálnám, egyből a másodikkal kezdeném. Csak azért, mert a te legelső ősöd elejtette azt a kurva mamutot, és elvitte a nőt, az enyém pedig csak barlangrajzokat pingált. Még nem kéne lenézned mindjárt. Csak mondom, hogy a barlangrajzok még mindig ott vannak, és rohadt sokat érnek. De hol a mamut? Na, muta a mamutot. No mamut, egy se. Kihaltak, mint a jó érzés, plusz nem sokára, mint a pandák, meg a dínók. Mint a pandák, meg a dínók. Kacsacsőrű emlősök a szilfákon. Emlős szájú kacsák a szelfiken. Nem kellek azért sem, mert európai vagyok. Nyugaton kelet-európai, keleten nyugat-európai, de mondjuk az USA-ban akár simán csak európai állampolgárnak hívnak. Európai csapatnak szurkolok. A humán Madridnak. Ha valaki március 14-én kokárda van, azt nem bírom. Ha 15-én nincs, azt még kevésbé találom szimpatikusnak. Nem kellek, pedig olyan kedves vagyok, mint a cenzúra szimpatikusnak. Az anyanyelvem magyar, a gyereknyelvem gügyögés volt, az unoka nyelvem már orosz vagy angol lesz. Az évszázad magyar gólya pedig öngól lesz. A kenyér, amit eszem, büdös, életszagú. A Kárpát-medencében él egy szarvú, csak félbevágott szarvasnak hívják, és nem él. Az igaz magyar, csak hogy a Trianon előtt köpjön egyet, azért megy Versailles-ba, és olyankor boldog, mikor épp egy nem igaz magyart Versailles-ba. De igazán, magyarán, igaz magyarán, a hazug magyar az igaz magyar. Hány óra?
rettenetesen sok, és egyre több, ahogy telik a világ. Egyébként 3/4 óra múlva fél éjfél, vagyis 1 óra múlva 3/4 éjfél, vagyis nem is, hanem fél óra múlva fél éjfél lesz 1/4 óra múlva. De hogy neked csak ennyire telik? Mert nekem sokkal jobban telik. Volt egy pont az evolúcióban, mikor tökéletes volt már az ember, azóta a pont óta naponta romlik elfele, mint mikor szarból épített váradnak már kész van 2x1 fele, és minél többet javítgatott, pakolgatott hozzá az alapanyagot, annál rosszabb lesz. Olyan vagyok, mint etika vizsgán csalni. Mint a helyesírási hibaszó pontos jével írva. Mint a politikailag korrekt szó önmagában. Mint a nyílt láng használata. Én jövök az előítélet után, az utóélet előtt. És hogy miért lettem ilyen? A szüleim 2/3 akarta így, és mi demokratikus kis család vagyunk. Fölülnézetből bohózat az alázatunk. A paradoxon az az, hogy háttal nem kezdünk mondatot, és háttal tényleg nem, de néha szemtől szemben sem. Például olyankor, mikor annyira szabadúszó vagyok, hogy partra vetett halak az aszcendensem. Köszönöm szépen. I'm gonna go to the bathroom.